Kényelmesen, kényelmesen. Köszönöm. Sziasztok! Matyi és Brigi, Coloradoból. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük nektek a kérdéseket, amiket feltettetek, valamint a téma javaslatokat is. Azokat a kérdéseket, amiket most nem fogom megválaszolni, majd egy külön videóban, vagy külön videókban válaszoljuk meg, meg úgy gondoltuk, hogy azoknak a kifejtése akár egy egész videót is kitölthetek, azokból a témákból simán lehetne egyesével egy olyan 15 perces mondjuk videó, 15 perces videót csinálni. Úgyhogy majd az év folyamán szépen lassan ezt leforgatjuk, és beadagoljuk nektek a téma javaslatokat. Ebben az évben, most nem, a múlt évben, a múlt évben is nagyon sok ötletünk volt, meg ti is írtatok már azelőtt is videójavaslatok, vagy témózhaták, hogy mit szeretnétek látni, miről készítsünk nektek videók, milyen információkat osztunk meg. De hát ez sajnos nem úgy alakult, az év vége fele, hogy le tudtunk minden videót forgatni. És ehhez is kapcsolódik rögtön az első kérdés, amit kaptunk, kérdezte valaki, hogy megyünk-e, tervezünk-e menni Utahba, a Utahi Nemzeti Parkokba. Voltunk kettő nemzeti parkban, az Archies-ben, valamint a Canyonlands-ben. Az ezekről készült videót mikor? Januárban, 2022. januárjában. Januárban fogjuk feltenni, és a Canyonlands-hez kapcsolódóan ugye a drágám nem tud sétálni. És ezzel nem sikerült pár videók leforgatni a múlt év végén. De tervezzük például a Canyonlands-be visszamenni, mert az hatalmas terület, aki volt már ott, az tudja, hogy oda 4-5 nap simán áll meg legalább, hogyha valaki az egész nemzeti parkokba akarja járni. És jövőre terveztünk még kirándulást Utahba, például a Zion Nemzeti Parkba az Angels Landing-et, jó lett volna megnézni, de hát olyan változtatásokat vezetek be a National Park Service, hogy előre kell foglalni belépőjegyek, mint például Coloradóban a Sziklás-hegység Nemzeti Parkba. Csak annyi a különbség, hogy ugye a Sziklás-hegység Nemzeti Park mennyi más óra tőlünk. Igen. Mondjuk lefoglaljuk pénteken, és akkor pénteken meg tudjuk, hogy szombaton tudunk-e menni, vagy nem. Tehát előtte való nap lehet foglalni. És ugyanez a rendszer van a Angels Landing-nél is, hogy előtte való nap tud az ember foglalni, hogy másnap bemehet-e, ráadásul később tudja meg, mert ez egy ilyen lottószerűség az egész. Tehát előző való nap éjféltől délután 3-ig lehet foglalni, másnapra, és 4 órakor sorsolják ki, hogy másnap kiket engednek be. Tehát nem tudom, az mennyi, de 6-8 óra nekünk kocsival? Igen. 6-8 óra. 8 minimum. Tehát az, így nem tudjuk, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Akik messzebb laknak, és messzebbről mennek turisták, azok így nem fogják tudni tervezni oda a kirándulásukat. És a Angels Landing-en kívül azt hiszem még az Archies-ba is ilyen rendszert, vagy a Sziklás-hegység Nemzeti Parkhoz hasonló rendszert terveznek. Bevezetnek, hogy előtte való nap lehet foglalni a következő napra. Canyonlands-ből reméljük nem vezetik be, arról nincsen szó, meg oda nem megy sok turista. Úgyhogy jövőre szerintem, ha minden úgy sikerül, akkor oda visszamegyünk. A Zion, az pedig, nem tudom, sajnálom, hogy így kimarad. Vagy esetleg még mielőtt bevezetik ezt a rendszert, azelőtt elmenni, megnézzük, hogy márciusban milyen ott az idő. Ha mennyire lehet ilyen megfagyni, esetleg ha valaki volt már ott márciusban, akkor írja meg, hogy márciusban milyen arrafele az időjárás, megéri-e elmenni, élvezhető lenne akkor a kirándulás. Hát igen, mi márciusban általában azért síelünk, májusig, de
hogyha így megnehezítik az életünket ilyen szempontból, akkor lehet, hogy egy hétvégét rászánunk erre. Igen, meg április 1-től vezetik be, úgy emlékszem. Ja, persze a Covid-ra, meg a megnövekedett látogató számra hivatkozva, de az mindegy, hogy ez a lottó, ugye, ha valaki a $3 amúgy, de és ez, az nincsen, hogy hányas sorsolnak ki. Ez lottó, tehát ez nem olyan, hogy előző nap kell megvenni, hanem nem három hónapra előre, és egy napra előre tudod? Nem, az a szezon. Van olyan a szezon, hogy akkor 7 időpontot tudsz megadni, 7 napot, és a napon belül időpontok, amikor akarsz bemenni, az $6. És az megvan, nem is tudom, egy havi sáv van, hogy a, nem tudom, mikor fogják. Például január 3-tól 20-ig lehet április 1 és április 30 között lottózni 7 napot, és akkor meg... Ezt már próbáltuk, és nem húztak ki, ez olyan, ez nekem nem tetszik. Igen, az Antilop kanyomba is kell ilyen lottózás. Egyszer kipróbáltuk, másodszor nem adok semmiért $6. Há. Jó, nem meg sok... a Sziklás hegységben kifizetek a $2, de akkor tudok, hogy beengednek másnap. Így van. Az egy foglalási díj végül is a $2 pluszban. Igen. Hát igen. Hát jó, hát ezt ebből a pénzből tartják karban, de hát okay. Akkor vegyenek fel több embert szerintem. De. Hát akkor emelje meg azért a belépőjegyet, mert a belépőjegyből meg a állampénzből tartja fent. Uh-huh. Hát, na jó, mindegy. Ők tudják. Na, akkor kezdjünk bele. Ez szerintem a te kérdés csoportod lesz. Okay. Többet is kaptál. Például, milyen tanácsok adnál azoknak, akik itt szeretnének új életet kezdeni, hogyan fogjanak hozzá, látsz erre esélyt manapság, hogy valaki itt új életet kezdjen, és milyen lehetősége van egy magyar átlagembernek? Ha az embernek van pénze, akkor itt aránylag nem nehéz új életet kezdeni, pénz nélkül nincs rá esély. Fiatalon ide kijönni jó, fiatalon egészségesen jó, amúgy, és akkor talán nem kell annyi pénz se, de hogyha mondjuk valaki 40-50 éves, és nincs pénze, sok, és ide kijön, és mondjuk valami történik vele, megbetegszik, az nagyon rossz helyzet. Nem könnyű, de mondjuk ezen kívül, ha valakinek van pénze, az azt jelenti, hogy mondjuk $500,000 több. Mert azt például be tudja fektetni egy cégben, alkalmazni embereket, és akkor esetleg talán kap egy bizonyos vízumosztályt. Viszont, ha nincs ennyi, akkor ide mondjuk 40-50 évesen legálisan nem tud kijönni. Ha csak nem talál Magyarországra valami munkát, és a munkaadó befizeti a zöldkártyára, vagy egy munkavízumra. A zöldkártyára nem tudja befizetni, de H1B-re tudja. Mondjuk az Amerikában a munkavízum és ez az adminisztráció körülötte, ez eléggé necces. Ez nem egy könnyű. De akkor azt már a cég fizeti, nem? Vagy intézi? Hát jó. Hogyha olyan állást talál. Igen, de mondjuk itt én az itteni átlagembert ismerem. Uh-huh. Az itteni átlagembernek milyen cég fog adni, mondjuk nem tudom, innen Szingapúrba egy állást? Átlagember, hát mindenked az átlagember, fordulás, kozmetikus? Mondjuk. Hát azok nem fognak kapni. Na, ezt mondom. Tehát ilyen szempontból az átlagembernek nincs nagyon esélye. Ha az átlagembernek van $500,000 több pénze, az szerintem nem tartozik, megspórolva, az szerintem nem tartozik átlagembernek. Ugye? Az nem tartozik abba a csoportba. Uh-huh. És hogyha van, oké, jöjjön, de legyen egészséges szerintem akkor is. Itt mondjuk 40-50 évesen, nem tudom hány évesen új életet kezdeni, az szerintem azt jelenti,
új életet kezdesz, az azt jelenti, hogy már volt egy előtte, ugye? Az nem olyan egyszerű, mert ahhoz sok pénz kell, és el kell költeni egy jó marék pénzt egy ügyvédre, hogy a immigrációs rendszert kezelje. És amikor ide kijön az ember, akkor aztán mihez fog kezdeni? Mert átlagemberből sok van. Célról kell kijönni. Igen. Mert úgy, hogy kijön, és majd lesz valami. Turist esztával, vagy turista vízummal ide kijönni 3 hónapra, hogy aztán majd lesz valami, az nagyon rossz ötlet. Kockázatos nagyon. Nagyon kockázatos, mert ha valami történik az emberrel, akkor rámegy a gatyája is, és azért a repjegy se olyan olcsó. Mondjuk ilyen kajakiszállítással nem lehet sok pénzt keresni. Ilyen Uberrel, meg kajakiszállítással nem nagyon lehet egy családot eltartani, úgyhogy az nem... Felszolgáló. Hát a csúcsfelszolgálók a karrierjük végén olyan 50-53 ezer dollár keresnek évente. Plusz ugye a borra való. Na de hát az a csúcsfelszolgáló. Az nem a... Igen, most a Covid előtt ugye azt szerintem 21 van most, 22-be, 20-ba. Ugye főleg New Yorkból tömegével mentek haza ugye a felszolgálók, meg bezárt egy csomó New York-i étterem. És ráadásul nem volt normális egészségbiztosításuk. Tehát ha elkapták volna a Covidot és bekerülnek a kórházba, akkor nem tudták volna kifizetni. És tömegével repülőn jöttek vissza Európába, és más ott kerestek valamit, mert itt nem tudtak mihez kezdeni. Igen, és ez mondjuk utal kicsit az egészségügyi rendszerre, amiről majd egy hosszabb videóban mesélünk. Vannak-e olyan nyelvtanfolyamok, ahol fejleszthetik a nyelvtudásukat az odaköltözők? Ezt te válaszolod, vagy én? Szerintem erről te többet tudsz. Én ide középiskolába jöttem ki, és akkor én nagyon rá voltam kényszerítve arra, hogy mindent angolul, és 3-4 hónap alatt belém lett gyúrva az angol nyelv. Hogy mondjuk most mik vannak felnőtteknek, azt arról talán szerintem te jobban tudsz, ugye? Hát... Ugye, ha valaki dolgozni, vagy élni, vagy bármi olyan tevékenység miatt akar kijönni, amihez kell vízum, Magyarországon az amerikai nagyköltségen már vízum interjú is angolul van. Tehát vagy tud az ember egy bizonyos szinten angolul, vagy tolmácsot kell vinni. De ha meg nem tud angolul, akkor hogy akar kijönni? Tehát én szerintem teljesen null angol nyelvtudással nem jó össze kijönni, mert... Még lehet, hogy át is megy valahogy a vízuminterjún, visz egy tolmácsot, oké, megkapja a vízumot. De a vízumosokat itt az immigrationnél, a határnál mondjuk úgy, azokat szépen ki szokták foggatni. Minek jöttél, meddig maradt, hol laksz, nem tudom. Ha még nem is vagy szimpatikus, akkor még elviszek a külön szobába, ahol tovább foggatnak, és... Ott nem tudsz tolmácsok kérni, hogy megválaszold a kérdéseket. Másodlagos ellenőrzés. Én többször voltam ebben a másodlagos ellenőrzéses szobában, hát 22 évet ingázok Európa és az Egyesült Államok között. Én egyszer voltam, majd ezt elmesélem. Igen. És például, amikor ott voltam a másodlagos ellenőrzésen, akkor... Volt mellettem egy afrikai hölgy, aki terhes volt. Ha. És kérdezte tőle a tiszt, hogy hol fogsz lakni, meddig maradsz, mikor vagy várandós. Aha. Nem, hogy itt megszülöd a gyermeket, mert akkor amerikai állampolgár lesz a törvény az ilyen itt. És nem tudom, hogy aztán beengedték-e az Egyesült Államokba ezt a hölgyet, vagy nem. Úgyhogy itt ez nagyon komolyan veszik. Ezt az, hogyha nincs angol nyelvtudás, azt még az esztárnál az úgy nem számít. Mert már láttam olyat, hogy esztával jött valaki, és nem beszél például angolul, és akkor fogad, de akkor is meg kell adni lakcímek, meg hogy minek jön és hova megy, és akkor a fogadó fél írt neki egy papírt, vagy megmutatott ott a határőrnek,
és akkor benne volt, hogy kicsoda, miért jött, hova jött, nem tud angolul, mit tudom én, anyukám 65 éves, nem beszél angolul, itt fog lakni velünk, van fedezet eltartani, itt a telefonszámom, hívjanak fel, hogyha valamit akarnak tudni. És oké. Okay. De vízumnál ez nem működik. Angol nyelvleckék vannak ingyenesek? Igen, én úgy tudom, hogy nincsenek. Okay. Talán, de nem biztos, a legtöbb ilyen angol tanfolyam, amit néztem, az főleg mexikóiakra specializálódik. Spanyolul beszélő. Spanyol ajkúaknak. Nem biztos, Dél-Amerika. Jó, azok mexikóiból van a legtöbb, és Houstonban is azok jártak a legtöbbek ilyen tanfolyamra. Mondjuk ott talán lehet, hogy volt ingyenes, vagy nagyon kevés pénzért, de azt ilyen mexikói közösség vagy valami szervezte. Tehát így európaiaknak ingyenes nyelvtanfolyam Coloradóban én nem tudom, hogy lenne. Sőt, most már fizetősen nagyon van, mert ugye a Covid miatt levozzáva a határ, nem jöttek be külföldiek. Az F vízum a tanuló vízum? J, meg az F, igen. A J az exchange, tehát azt azai már voltam. Igen. Az F meg azt hiszem, az másfajta. Én F-fel voltam nagyon sokáig. Az a tanuló vízum. Arra se volt elég jelentkező. Például itt a Colorado Egyetem szervezett ilyen több hónapos nyelvtanfolyamatokat, de például ebben a 21-ben már nem is indítottak. Tehát már fizetőssel lehet találni, és ezek a nyelvtanfolyamok azért nagyon sokba kerülnek a tandíj is drága, valamint otthonról kérnek fedezetet. Tehát, hogy amíg itt van az ember, el tudja magát tartani, és ez a fedezet, ez több tízezer dollár, amiről kérik a papírt. Plusz biztosítás is kell, lakhatás, otthonról fedezek, hogy van nem tudom én hány millió forintod, úgyhogy nem egyszerű. Amerikában semmi sincs ingyen. Van egy angol mondás, hogy az oktatás, hogy ahhoz, hogy megtanulj valamit, az vagy drága, vagy fájdalmas. Vagy mind a kettő. Vagy mind a kettő. Így van. És ez itt erre a társadalomra nagyon érvényes. Hallottam olyan történetet, hogy valaki azért nem kapta meg Pesten a vízumot, mert akkor nem beszélt angolul. És utána másodjára, amikor próbálkozott, hogy akkor tán szerencséje volt, és olyan konzult kapott, aki beszélt magyarul. De most erre appellálni, hogy most meg fognak-e szólalni magyarul, vagy nem, meg ha tud is magyarul, akkor fog-e neked magyarul beszélni? Nem tudom, én háromszor voltam Pesten interjún, és nekem egyszer se beszéltek a magyarul még ott. Valami angol minimum nyelvtudású, aztán itt van az ember, úgyis belelázódik, meg rá van kényszerítve. Hát igen, a turistaként nincs, de hogyha... Ja, de az más eset, az teljesen más, mikor esztával bejön. Az teljesen más. Olyan felnőtt, aki ide költözik Coloradóban, találik megfizethető áron esetleg térítésmentesen tanfolyamot, amivel szakmák lehet tanulni. Na, ez lehet, hogy megint az én kérdésem, vagy a tiéd? Röviden? Nem. Bővebben? Bővebben én. Olyan, mint Magyarországon, hogy OK és tanfolyam, meg gondolom elirányult a kérdés, hogy valami olyasmi tanfolyam van-e, olyasmi nincsen. Mondjuk például vegyünk, ami drága itt, például a nőknek minden szépészeti cucc, kozmetika vagy fodrászat. Mondjuk itt, Coloradóban, ha valaki kozmetikusnak akar tanulni, az vannak ilyen iskolák. Tehát nem tanfolyamok, hanem ilyen kozmetikus képzőiskolák, és az iskolától függően olyan 13-22 hónap. És attól függően, hogy ez az iskola mondjuk olyan közepes szinten van, vagy mondjuk a top 10-be tartozik, mondjuk ha a top 10-be tartozik és azt végzi az ember, akkor egy jobb szalomba tud elhelyezkedni, tehát többet is fog keresni. És mondjuk a közepes iskolák azok egy kozmetikusnál mondjuk olyan 5 és 15 ezer dollár között változnak, mondjuk amik meg a top 10-ben vannak, az meg mondjuk olyan 15 és 20 ezer dollár között a tandíj, és plusz olyan 2-3 ezer dollárt kell még pluszba számolni például a tankönyvekre, vagy ilyen cuccokat, amik használnak közben, mint gyakorolnak, festékek, vagy nem tudom én micsodák, azokra, amik ki kell fizetni, vagy hogyha valaki nem az iskola közelében lakik, akkor például lakhatás, kaja, minden, az még mind rájön. Ez csak a tandíja 15-től 20-ig.
És ez mondjuk az egész időtartamára van ennek, hát attól függ, valami 13 hónapos, vagy 22, igen, tehát nem havonta, az egészre annyiba kerül, igen. Akkor mondjuk egy fodrász, egy átlagos fodrászat, fodrászképző, az rövidebb, most nem tudom pontosan mennyi, de... Ja igen, a fodrászképző az azt hiszem, hogy az órában van meghatározva, mennyi kell tanulni, vagy gyakorolni, az 1500 és 1700 óra körülbelül, hát most időtartamban nem tudom mennyi. Hát én tudom, hogy mennyi, az Egyesült Államokban 2000 óra egy év. Aha. 2000, egy, aha. Ha egy évet dolgozol 8 órát naponta, az 2000 óra. Aha. Jó. 1700, aha. Tehát 3/4 év, úgy, hogy 8 órát dolgozol naponta. Mm. Igen, 1500-1700 óra, és az van olyan, az átlag az olyan 8000 dollár, de ugye ott is a jobb, az 15-20 ezer dollár. Plusz ehhez is a könyvet, eszközök, ólókat megvenni, nem tudom, hogy mik kellenek, festékek, ez még mind rájön. Mondjuk, amivel talán kevesebbek lehet keresni, nem tudom. Plumber? Aha. Hát az... Ilyen vezetékszerelő. Vezetékszerelő? Aztán olyan 55 ezer keres évente, és azt 4 hónap alatt el lehet végezni. Egy online kurzus 4 hónapra olyan 1000 dollár. De például, hogyha valaki szeretne például... De Colorado-ban... Szerelni? Igen? Colorado-ban 55 ezer dollár semmire sem elég. Jó, tehát így kell ezt felfogni, hogy Colorado egy drága hely. 55 ezer dollár, úgyhogy egymagad vagy talán elég, de abból nem megy az ember előre. Most elő is csinálunk videót, mert már kérték, hogy mi mennyibe kerül itt, még nem jutottunk el, de majd készül. És igen, hogy mi? Elnézést, ez a vezetékszerelő. Ja, igen, beszéltem. Hogy ezért 4 hónap, az online tanfolyam az olyan 1000 dollár, de például, hogyha valaki a légkondi szerelésre is akar valami bizonyítványt, az lehet akár 3000 dollár is. Vannak tanfolyamok, ingyenesek nincsenek. Az Egyesült Államokban ez úgy működik, hogy ha nincsen rá pénze az illetőnek, akkor itt van mondjuk mindenféle száma, tehát ez a társadalombiztosítási szám, a Social Security Number, és meg van alapozva itt a lakhelye, és állampolgár, és akkor felvesz hitelt, ha nincs rá pénze. És a hitelből megy el tanulni. Hitelből megy el tanulni, és aztán azt a, vagy állami hitelt vesz fel általában, és akkor azt a hitelt törleszti, 20 éven keresztül például, amíg dolgozik. Ez itt így működik. Ha van, ugye, hát így működik az átlagembernél. Ott nem úgy működik, hogyha mondjuk az apukád gazdag. De hát az mindenhol így van, nem? Ja, igen, hogy valaki azt írja, hogy azt hallotta, hogy magyar szakmai bizonyítvány nem fogadnak el, ha csak nem informatikus vagy orvos valaki. Hát... Ez egészen így van, meg az orvosi diplomát se automatikusan fogadják el, de erről te tudsz többet beszélni. Hát igen, itt az orvosi diplomát úgy fogadják el, hogy, hogy azután, hogy az megvan valahonnan Európából vagy Dél-Amerikából, azután még az ember itt az Egyesült Államokban letesz egy tesztet, és az egy eléggé komoly teszt, amit le kell tenni, és azután foglalkozhat orvoslással úgy, hogy nem börtönzik be, hogyha valami problémája van. Tehát, hogy legálisan foglalkozhat orvoslással. Ez itt így működik. Számítástechnikus, nem tudom, hogy ez pontosan hogyan működik, szerintem erre nincsen semmilyen ilyen szakszervezet a számítástechnikusokra. Állásinterjúon letesztelek, hogy értesz-e hozzá, vagy nem? Persze, elég könnyen. Úgyhogy az, ja, erre van. A számítástechnika az nagyon, nagyon, oda nagyon komoly matematikai tudás kell. A valami,
azt, ahhoz, hogy Európából felvegyenek ide valakit, ahhoz az kell, hogy nagyon jól tudjon valamit, mivel itt is vannak emberek. Tehát az, hogy valaki az, hogy egy cég felvegyen valakit Magyarországról ide, az annak a cégnek többe kerül, mert kell oda egy jogász, aki a vízumot elintézi, és sokkal több a papírmunka. Úgyhogy ennek a cégnek az nem kifizetődő, csak akkor, ha egy olyan szemét alkalmaznak, aki tényleg sokkal jobb a helyi embereknél. Annyira jól tud, hogy felveszik egy olyan dologba, amihez tényleg csak ő ért. Mindegy egyszerűen, hogy mennyit kínálnak neki, vagy mennyit kér a fickó, mert csak egy van belőle. Tehát ez ilyen verseny. És ha valakinek szakmája van, például fodrász, akkor azért hogy tud elhelyezkedni? Férhez megy? Férhez meg, és akkor dolgozzak fodrászként? Valahogyan kell neki elsősorban egy legális státusz. Itt. És fodrászként azt, itt van elég fodrász. Tehát fodrászként azt miért adnának arra vízumot? Akkor megint oda jutottunk, hogy akkor átlagember hogy tud... Ez az ország egy olyan ország, ahol pénz kell ahhoz, hogy az ember élni tudjon, és van elég ember alapdolgokra. Tehát itt tudni kell valamit, amit más nem tud. Hát vannak törvények, és be vannak tartatva, úgyhogy nem nagyon lehet arra gondolni, hogy mondjuk valahogy kicsusszanunk a dolgokból, mert előbb-utóbb ez a rendszer, ez megtalálja az embert, aki itt van illegálisan, és... szuboptimális lesz a vége a dolognak. Következő téma? Hogy vannak-e itt olyan vadállatok, amiktől tartani kellene? Hát te erről szerintem többet tudsz, mint én, nem? Öt veszélyes állatok mondanak, de nem tudom, mert például ilyen a fekete medve, a puma, a elk, jávorszarvas. Jávorszarvas, ja. Aztán a kojót, meg a csörgőkígyó. Farkas nincs? Hát van valami kettő, ami bejön a határok, de hát... Okay. Medvetámadásban idején meghalt egy ember, tehát minden évben van medvetámadás, meg van medve. Ebben az évben talán Amerikában összesen 8 halálos medvetámadás volt egyébként, 5 Alaszkában, 2 Wyomingban, meg 1 itt. És, ja, és csak ebből az egy volt a fekete medve, ami nálunk van. Kerülik az ember. Jó, veszélyesek. Ez is mutatja, hogy a vadonba túrázókat idén Coloradóban medve például nem támadok meg. Aminek halálos kimenetele lett idén, az egy hölgy elment kék kutyák sétáltatni, de nem messze volt a lakott területtől, és sajnos a kék kutya egyedül ment haza. Garázsba tartják például a madárellenséget, akkor az nem nagy kuncnak kibemenni, és akkor például hallják, hogy a garázsban valami motoszkál, kimegy a csávó, és meglepődik, hogy ott a medve. Ilyen is van. Vagy kukászik a medve. Ilyen túrázók, sátorozók, ahogy medve támadt, olyan 2-3 éve szerintem nem volt. És megnőtt a turizmus, a belföldi turizmus az Egyesült Államokban a legutóbbi 2-3 évben, mivel koronavírus. Igen. Ezért próbálják beszabályozni a nemzeti parkokat is. Ja. Most egy csoda, nem volt medvetámadás, meg egyesek, ahogy túráznak, meg amilyen felkészülve járják az erdőt, tényleg. Van brosúra, úgy mondják ezt magyarul? Brosúra, uh-huh. Ami elmagyarázza, hogy hogyan kell viselkedni a vadonban, ahol vannak medvék. És ha ahhoz tartja magát az ember, akkor az esélye annak, hogy medvét lát, szinte a nullára csökken. Akkor lehet még esetleg veszélyes, ugye tavaszt, amikor felkelnek és jönnek ki a bocsokkal. Akkor éhesek. Akkor igen. De amúgy, hogyha el van, meg kajára jönnek, tehát ők nem az embert akarják megtámadni, hanem érzik a kajaszagot, és ha nincs elzárva rendesen a kaja, akkor valószínű, hogy ott terem a maci. Igen. De mondjuk Coloradóban a két dolog, ami szerintem fontos a túrázáshoz, az egyik a medvespré,
a másik meg a szúnyogspray. Mondjuk veszélyesen tartják még a különböző pókokat. Fekete, van például fekete özvegy. Aztán mi van még? Nem is tudom. Amúgy azt mondják, hogy a hegyi kecske, meg a bighorn sip is veszélyes, mert megtámadhat, hát de még nem támadhat meg. A mormota is veszélyes, mert neked futhat. Hát végül is olyan nagy a foga. Hát dehogy is, hát ez 20 cent is. Nincsenek nagyon, mondjuk ez nem Afrika. Hát jó, de a csörgőkígyó helyeken, például McKinney's Canyon délen, vagy nyugaton, ajánlják, hogy ellenanyag készített csörgőkígyó ellen vigyen az ember magával, hogyha olyan helyeken túlelszik amúgy. Oké, de a csörgőkígyó az nem olyan, szerintem az nem olyan veszélyes, mert csörög. Uh-huh. Tehát a csendes kígyó sokkal veszélyesebb. A csörgőkígyó az akkor csörög, amikor még... Ja, csak időbe hold meg. Hát ne vigyünk fülhallgatót túrázáshoz. Ja, úgyhogy ez az ötös lista, az nem biztos. Például mondom, puma, az nagyon ritkán támad emberre, kojót, az se, azt a házi állatra. Hát kojót, tehát ez kicsike, sovány semmi. A puma, én mondjuk 20 éve túrázok, és lábnyomát láttam talán kétszer a pumának. És azt is talán Új-Mexikóban. Ja, de itt van olyan, azt mondják, 3000 vagy 7000 példány. Mm-hmm. Jó nagy a vadbecslése, ezért... Jó nagy a szórás. Jó nagy a szórás. Medvéből azt mondják, hogy olyan 8-12000 van. Az a 4000 vagy van, vagy nem. Hogyan látjuk magunkat 5-10 év múlva? Hol leszünk? Maradunk itt, vagy más országban is gondolkodunk? Na mondjad, mi az 5 és 10 éves tervünk? Én feladtam az összes tervem. Nincs. Nincs? Nekem sincs? Nincsen. Nekem tetszik itt mondjuk. Colorado-ban tetszik. Szép. Ahol el nem tudom magam képzelni, az már ott, ahol voltam többször. Tehát Chicagóban éltem, New Yorkban nagyon sokat voltam, Bostonban. Ezekben a nagyvárosokban én nem tudom magam elképzelni, mert az nagyon... Sose betonos? Nagyon betonos, messze van a természet. A forgalom még rosszabb, mint itt. Tömegközlekedés van, de mondjuk az összes közül talán DC mondjuk még egész szép és élhető. De árban ott van, mint Denver, hát még drágább talán. DC környékén a forgalom az borzalmas. Nem gondolkoztam. A több ismerősöm mondjuk Szingapurban kötött ki előző elnök alatt, mivel külföldi informatikusok voltak és nem kaptak munkavízumot, és így Szingapurból dolgoztak be a cégnek, mert ott kaptak munkavízumot nagyon könnyen. Szingapur nem rossz, de nagyon meleg van. Én nem szeretnék ott nagyon sokat élni. Neked mi a terve? Nekem nincsen, mondom, én feladtam a terveim. Ja, úgyhogy ezekre a kérdésekre gyorsan úgy tudtuk a választ, gyorsan meg is lehet válaszolni. A többiről majd készítünk bővebb videókat, mert tényleg összetett témák, és köszönjük, hogy néztek minket, tényleg. Ha nem vagytok feliratkozva a csatornánkra, iratkozzatok fel, van egy csengőcske is, kattintsatok rá, és a jövőben ilyen videók is lesznek. Ha kérdeztek, és amiről kérdeztetek, és bőved, azok is fognak jönni bővebben megválaszolva. Sziasztok! Sziasztok!